és a pixelpróbák során egyre jobban összekovácsolódtunk. Annyira, hogy szerettük volna valamilyen formában azt az időt is együtt tölteni, amikor az iskola kapui zárva vannak. Szerettünk volna kevésbé intézményes keretek között is találkozni. Közületek, gondolom sokan megtapasztalták már a nyári táborok légkörét. Ám ha körbenézünk, nagyon sok fiatal életéből ez az élmény ma bizony hiányzik. Talán ezt a hiányt pótoltuk mi akkor, tudattalanul az első tánctáborban, Pécsen. Ott született meg világunkba a tánctábor fogalma, mely minden évben újabb és újabb jelentéssel bővül azóta is. És hogy miért pont Pécs lett a helyszín? Valahogy így alakult, és mi megszoktuk ezt a várost. Az tény, hogy első alkalommal elnéztük a kijelzőtáblát a déli pályaudvaron, és az osztrák főváros, vagyis Bécs felé tartva vettük észre tévedésünket. De Tatabányánál korrigáltunk, majd végül egy hétre elfoglalhattuk az azóta második honunkká vált pécsi kolpékházat. Tudjátok, rögtön a főutca mellett. Azt már nem mondhatom, hogy ezt a környéken lakók legnagyobb örömére tettük, de minden esetre megtanítottuk a város lakóit az elfogadás és a türelem erényére. Ők is táncosok lettek, amikor a mókás vetélkedőjük során az utca közepén két ujjal a fejünk fölé emeltük néhányukat, mikor körberajzoltuk őket egy földre terített csomagoló papíron, vagy amikor élőláncot alkottunk belőlük. Ekkor jöttünk rá, hogy rajtunk kívül is nagyon sok táncos van a világon. Csak kevés a táncpartner, aki előcsalja belőlük azt a gyermeki lényt, ami, ha eddig nem derült volna ki, a táncos lét alapfeltétele. Ja, arról még nem is beszéltem, hogy vannak a táncos lányok és a táncos fiúk, ami bizony két külön fogalom. Lépéseik általában eltérőek, de mindig kiegészítik egymást, hisz így lesz a tánc teljes egész. A harmónia megteremtése érdekében azonban sokszor némi lekenyerezésre van szükség, amit a lányok részéről helyesebb inkább lepalacsintázásnak vagy lespagettizésnek nevezni a tánctáborok idején. Ezt most ti is átélhetitek, mivel a következő percekben táncos lányok segítségével fogunk titeket lekópuszgajózni. Természetesen tradicionális felszolgálás keretében. És hogy mit adnak ilyenkor a lányoknak a szíves felszolgálásért cserébe a fiúk? Mindig valami olyat, amire csak egy belevaló táncos lány tudja megtanítani őket, aki jelen esetben Domokos Andi volt egyik kedvenc tanítónéni. Azt pedig, hogy milyen tantárgyat oktat, mindjárt meglátjátok. Addig és közben jó étvágyat! Thank you.
hagyományos standard táncot adunk elő. Ezt a sort folytatni szeretnék a következő produkcióval is, ami szintén különleges a maga nemében. És mint minden táncnak, ennek is megvan a maga története. Ez nyáron kezdődött a már említett pécsi tánctáborok egyikében, ahol a táncolni vágyók nagy örömére minden táncolni vágyók megtanítanak egy táncra. Hát, mi is így ismerkedtünk meg az ír tánccal. Aztán a nyár folyamán elsajátított lépésekből létrejött decemberre egy szaladaható tánc, az ír koreográfia, amit a tavasz során többször is közönséggel élítünk. Persze ehhez sok lelkes ember, rengeteg gyakorlás és kitartás kellett. Az első próbák után sokan egy kis izomlázzal tértek haza, azonban a próbák után már csak azt vették észre, hogy pár kilóval könnyebbek. Persze a próbákon töltött óráknak nem csak fizikai nyomai voltak, egyre jobban össze is kovácsolták a társaságot, és ezt az összetartást a próbákon kívüli munka is erősítette. Itt arra gondolok, hogy az egyik fellépéshez a ruhák bérlési árát egy nap igazolással váltottuk ki. A mai esthez persze semmi ilyesmire nem volt szükségünk, de az akkori érzések még mindig bennünk élnek. Reméljük, hogy ezekből az érzésekből sikerül egy kicsit átadnunk nektek is. És most következzen az az 5 perc, amiben ezeket mind be szeretnék mutatni nektek. Thank you.
aki még rád, az nyeljen a gyorsan és próbálja el a helyét. Aki meg nem, az hallani fog velem nagyon furcsát, és nem tudja meg rajta. Gyalog jártak az ember, nem úgy, mint most villamos, metró,
gyalog, gyalog, hát ez a katonai gyalog menne hazafele. Aztán hazafelé az úton találkozott egy csinos nőszemélyével. Hát kilép utána a katonásan, azt mondja, ő bizony beéri a faluig. Úgyis történt. Hát a kutolítja, hanem 18 körülre lehetett találni. A kutolítja hát köszöntötték egymást illedelmesen, és hát beszédben lettek, mint fiatalok, rátértek a szeret dolgára, és így tovább. Van-e legényed? Kérdezi a katon. Hát nincs meg, nem engedni kapom. Hát miért? Hát még fiatal vagyok hazaért. Pedig te már szeretnéd, ha volna legényed, nem? Persze, hogy szeretném. 18 vagyok, azt akarom, hogy már minden jelentett a legényed. Hát ilyen beszélgetés közben aztán a persze, a katona kezdett rátérni a lényegre, aztán hozzányult, vállalra tette a kezét, és a többi. Hát a lány egy kicsit sikrakosult elejében. De aztán hát álltak. Majd aztán mondja a katona, hogy hát rátérjen a lényegre, megalhatnék a nálatok. Édes galambom, azt mondja. Erre a lány mondja. Gondolom, hogy édesapám beleegyezik. Majd nem is soká odaértek, épp a szélső házban lakott a lányék, és mire odaértek, annyira megbarátkoztak, hogy szót értettek, csókolóztak is. De nem vették észre, hogy a lánynak a nagyanyja. Abba próbáltam. A kertet összetörködött. És hát a kerülések kilesett, hogy ezek igen nagy barátságban gyűnnek. Éppen azt beszélték a fiatalok, hogy már ki mi mászik. Azt mondja a lány, maga biztos a patkán fog aludni. Én majd nem mondta, az ágon állszok, az kacsint rá. Ezt beszélgették, de bizony szörnyűcsendenségükre a szüle még jól hallott, és ezt meghallottak. De be is értek. Közben megült a szüle és a kertbő, és hát kacsorában rátértek a tárgyra, hogy ugye ott aludhat ez a kacsora. Persze, hogy itt alhat. Mondja a házulat. Hogy ott a tőle folytatja az ügyen. Hát úgy is lett, a katona ott aludt. De ekkorán történt valami. A néni mindent hallott, de a lány vagy. Ő tudomásul, mindent látta, mindent hallotta. Ha nem úgy lesz, ahogy most én mondom majd neked, megmondom édesapádat. Tudod, akkor mi vár rá? A fia a csikó farkához leszel kötve. Az abból állt, hogy szabadon engedtek egy csikót, ami még nem fogta hát, se kantál. Azt a lányt a farkához kötötték, azt kiverték a pusztán. No hát, meg is ijedt a lány. Mondta is, hogy úgy lesz, ahogy szülém mondja, úgy lesz, ki is terveltek ezek valamit. Hát így történt, mikor elfűtták a lámpát, mindenki nyugóra tért, a fiú lecsúszott a patkán, azt a lányhoz közeledett. Oda sem tengerek ahhoz a lányhoz, ahogy a lány feküdt, ahogy meg úgy beszél. Hát föl is lépett az ágyra, el is végezték, de valami olyan gyanús volt neki a katonának. Az egész dologban valami gyanús volt, már a sötétben is történt is. Majd hát mikor már mögülégedett, ő is a dologgal hát megkérdezik. Hány éves vagy kisúr? Azt mondja, több nap, még tudtam, ma nem üteszem, de mondd meg még. Erre a nő feled is úgy van. Nem tette. Menni? Most kicsit ijedtem, kérdezik még egyszer a katonát. Ettem, tettem. Hát nem volt foga a mamának. Erre a katona persze rögtön észrevette, hogy nagyon csúnyán átverték. Csalásról van itt szó. Lepődött az ágyból, összeszedte bagyúját, ő se öltözött és továbbá. A hajnal sötétség lett alatt. Hát ennyi volt a mese. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm neki. Jöjjön most valami táncos kalapcsára. Mindenki olyan ügyes volt és írt szép konferáló szövegeket, én is hoztam el. Tehát lényegében minden konferálónak ugyanaz a dolga,
Újra és újra a táncról beszélünk, pedig maga a kérdés miatt a tánc nagyon nehéz. Azért szerencsére rengeteg nézőpontból rá lehet világítani. Nem tudom, hogy volt-e már olyan érzésetek, hogy egy pillanatban minden világos és egyszerű lett a világban. A tánc ilyen. Szavak tehát kódolás nélkül juttat el a puszta érzéseken át oda, ahova csak akar. Az, hogy mi a most következő táncra egy olyan dolgot is, vagy olyan dolgot lejtünk el, amit az emberek szégyellenek kimondani, a sejteti a legjobban, hogy a tánc az egyik legőszintébb kifejezése az érzéseknek. A másik vele szorosan összefüggő a zene, hiszen a tánc nincsen zene nélkül, és hiszem, hogy ez fordítva is így igaz. Következzen tehát egy olyan tánc, amit mi táncos szakzsargonnal csak undorbutának nevezünk, amely, hát hogy is mondjam, a legősibb kommunikációját férfi és női nem megfejezi ki. Minden fiúját és lányát leültünk egy padra, a
csapatunkkal, a Mindenrendben csapattal, és keményen dolgoztunk az anyukát igénylő feladatunkon, mert írnunk kellett egy rendet az életről. Mondanom sem kell, hogy mindenkit megmozgatott ez a dolog, olyannyira, hogy a mi csapatunk nyerte meg az a Pest Arab versenyt, és ezzel szereztünk mi is